through that rope so you can hang yourself. It go. Vesz, Patrik? Vesz. Nice. Hellóztok. Elérkeztünk a legújabb videóhoz, de mielőtt a videó főszereplőjét, a 110-es kavát betesztelnénk, előtte azért belegítsünk be, és bejeg is mutatjuk még nektek, hogy rendeltetésszerűen milyen eszközzel, hogyan kell használni ezt a skateparkot. Ja! Bármit elővehettem volna most ezzel, nem? Tényleg bemelegítünk, úgy szoktam a motort is használgatni. Most itt a skateparkban majd kipróbáljuk, hogy BMX-ezünk. Magamon hagyom a védőfelszereléseket, a BMX-eseket, sisak, kesztyű, térvédő, sípcsontvédő, minden, és akkor abban tudok egy kicsit magabiztosabban motorozni. Ez most is így lesz, kipróbáljuk, hogy mennyire lehet normális körülmények között menni a kavával itt a skateparkon belül, de előtt ezért tényleg bicózzunk, kicsit melegítsünk be, és használjuk a pályát arra, amire való. Gyerekek, a védőfelszerelés nagyon fontos. Paperba. Tartó. Pucsán. Úgy nézek, hogy Azért remélem értékelitek ezeket a komoly kis bemelegítő trükköket. Nyilván ezek bemelegítés után történtek. Kivéve Csepelnyel, mert ő egyből dupla szaltóval kezd. De hogyha azért tetszenek ezek a trükkök, még akkor is, hogyha a motor miatt kattintottatok erre a videóra, akkor pattintsatok egy lájkot ott lent szépen, köszönjük, mert igazából nyilván a BMX az, ami profilunkhoz jobban passzol, de hamarosan áttérünk a motorra, és még egy-két durvább trükköt azért szeretnénk bemutatni nektek, például ezt. Ott is van! Hát meg is érkeztünk, erről van itt szó. Kérem szépen. No chill, let's go! Copy. Érkeztünk a crosszozáshoz, vagyis hát skatepark motorozáshoz. Lefőttünk, mint a kávé. Hallod, ki vagyok? Lenyomtuk a bicós sessiont, és jöjjön az, amire mindenki várt. Indítsuk, röffentsük be a kavát. Na, egy kis egykerék update, hogyha nem láttad az első videót, amikor a kavával megyünk, akkor meg tudod nézni. Akkor mentem először a motorral, próbálgattuk, egykerekezgettünk. Ahhoz képest már egy kicsit talán azt mondanám, hogy jobban megy. Nyilván mehetne még jobban, mindig van hova fejlődni, de egy kis update-et szeretném nektek mutatni, hogy most hogyan állunk egykerék téren. Terén. Ugrót, és itt pont közel, milyen szerencse, nem? Ott vagyok, pont Csepi, vigyázz! Ja? Na, mehetünk a skateparkba most már! Oda forul. Na!
Én is csak külföldi videóból tudtam tanulni, ilyen megfordulások, féki talán menni fog, meg aztán az lesz a cél, hogy vagy a rezin ugrassak, vagy a nagyboxon, de ezt azért már nem merem beigelni. Kicsit meredekek a BMX-es hívek nekünk, és hát neki igazából. Nézzük a negyedíven megfordulást, azt úgy csinálják, hogy leteszik a lábokat előtte. Hát van egy tök jó szekció erre. Jó volt. Csak a szalkul jelzik, nem? Milyen ja. Működ lehetne itt még? No-handed? Hopp, király! Droppolj be fontra azt, ugord át ezt! Beszakadna az. Amúgy ja, várj. Felmegyek oda? Nem tudok lejönni. Nem tudok jönni. Hogy ne jönnél le? Simán. Lehet, hogy a statikusok, amikor tervezték ezt a pályát, én akkor nem biztos, hogy erre a terhelésre találták ezt ki. Szóval lehet, hogy ezt a faévet most nem kéne tovább szambáztatni itt össze-vissza. Viszont ebből a transferből egészen komolyan kényelmes ez az ugrató. A no-handet nem tudom megpróbálni, mert hogy? Ez para. Nagyobbat kéne ugrani. Ránézek, de nem ígérek semmit, a no-foot az már egész jól megy. Alapból fölfele dobd, és szóval tök egyszerű szerintem. Nem is kell, csak előre kell dőlned, azt el kell engedned. Jó, megnézzük, figyelj meg. Nem gondoltam, hogy oda felugratok. Csinálják egy vászpirit. Elszédülök.
engedtem, meg volt a nuhend, nem? Ah, jó, srácok alátámasztották itt, meg volt a nuhend. De ide fogtam vissza, tehát így kb. Fú, ez para volt, ezt szerintem zárhatjuk is ezzel, ne? Jó futtánkat? Na, következő videóra hagyjuk, ez most ennyi elég is volt most ide. Nagyon szép, ez most le is álltam, ez nagyon jó volt, köszönjük szépen a lehetőséget, tényleg. Hú. Na, szóval, igazából, ezt a zsír kis lehetőséget nekem az Ivanics csoport biztosította, ugyanis tőlük kaptam ezt a motort, és nemrég jöttek be Magyarországra a 110-es KLX-ek. Hogyha érdekel, akkor nyugodtan keresétek őket, itt a videónak a leírásában is megtaláljátok a linket, és zseniális. Mondom, pár perc, pár próba motorozás után a pályán egész jól mennek a trükkök, nagyon hasonlít a BMX-re, hogyha esetleg BMX-ezel montizol, vagy szeretnél valami újat kipróbálni, akkor én ezt tudom ajánlani, mert mégiscsak kevésbé veszélyes, mint egy nagy cross motor. Egy 250-es, egy 450-es azért az földhöz tereget, hogyha kell. És ezzel azért meg lehet menteni a helyzeteket, és úgy gondolom, hogy ez ideális arra, hogy mondjuk BMX-ra szépen fokozatosan a motorokhoz áttérjünk. Hogyha tetszett a videó, akkor feltétlenül pattintsatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, hogyha még nem tettétek meg, és találkozunk a következő videóban. Császtok!